Ismét megújulunk, jó napot kívánok a Zöldteában, a jövő energiaforrásaival foglalkozunk, a megújuló energiákkal. Ellátogatunk a Fóti Élhető Jövőparkba, bemutatjuk Magyarország legnagyobb passzívházát, valamint azt a pesti nyomdát, amelyet a legkorszerűbb környezettudatos módszerek alapján újítottak fel. Továbbá találkozunk Cegléden Ungvári Miklóssal, London olimpiai ezüstérmes dzsúdósával. Tartsanak velünk! Most megmutatjuk önöknek, hogyan tudjuk fedezni energia szükségleteinket kizárólag megújuló energiákból. Például itt Fóton, a gyermekvárosban, a lovasterápiás központban, az Élhető Jövőparkban. Dávid, ha jól tudom, akkor most valahol itt vagyunk a látogatóközpontban. Igen, itt vagyunk benne a látogatóközpontban. Aztán itt csomó megújuló energiát fel lehet fedezni, például napelemeket, napkollektorokat. Ott az egy kis mentőautó, egy töltőállomáson, vagy egy nem mentőautó, sima nem autó? Mentőautó, egy kis teherautó, de ő is elektromos. Elektromos, hangsúlyozzuk, egy elektromos. Található itt a patakban, ha jól megfigyeljük, azon a részen egy kis vízerőmű. Uh-huh. Ja, itt ez az. Ott ugye? A híd mellett, igen, itt. Valóságban is ott van. Csobog minden. És elrébb, meg egy kicsit távolabb a park közvetlen közelétől egy szélkereket találunk. Ami ugye az áramot biztosítja, mennyi energiával látjátok el a gyermekvárost, a központot, vagy a terepet? Tehát alapvetően itt most a lovasterápiás központban vagyunk, ez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak a Fóti telephelye, és neki körülbelül egy ilyen évi 60 ezer kWh villamos energia igénye van, és ezt próbáljuk mi csökkenteni, akár a napelemekkel, akár a szélerőművel, illetve az előbb említett vízerőművel. Nagyságrendileg az előzetes becslések alapján körülbelül a felét tudjuk ennek megtermelni a szél, nap és a vízerőmű által ennek az energiának. Nem tudom, hogy a kedves nézők látják-e, de itt azért világít a kis lámpánk. Igen. Ha ez most nem LED lámpa, vagy LED-iző, akkor nem is folytatjuk a beszélgetést. LED-es. Na azért. Dávid, feltöltődött már az autónk? Megnézem. Ez is nagyon hasonlít az élethez. Töltjük egy darabig, és akkor utána tudunk menni vele. Elindult, akkor mi is induljunk el, és nézzük meg a megújulókat a valóságban. Itt a 13. kerületben építik Magyarország legnagyobb passzív házát. Csaba, mikor lesz az átadás? Idén, júniusban. Most az építkezés milyen stádiumában van? Jól lehet hallani azért, hogy komoly munkálatok zajlanak a háttérben. Igen. Az épületnek ugye három része van, igen, és folyamatosan haladnak rajta a kivitelezők. Már lehet látni, hogy a homlokzat burkolása zajlik ebben az épületszárnyban, ahol a legnagyobb lakások vannak. Ugye egy 100 lakásos társasházról van szó, ami tulajdonképpen bérház, tehát az önkormányzat finanszírozza, és az önkormányzat dönti el, hogy kik költözhetnek ide. Pályázat útján, gondolom én. Igen, igen. Ez a 100 lakás úgy épül föl, hogy átlagosan 50 négyzetméter, vannak 40, 50 és 60 négyzetméteres lakások. A 60 négyzetméteres lakásokban 1+2 fél szoba van, a legkisebbek azok gyakorlatilag egy szobából álló, apartman jellegűek, és van a másfél szobás lakás 50 négyzetméteres. És az elbírálásnál tényleg az is fontos, hogy milyen környezettudatos életmódot folytat az ide költöző? Igen, és oktatást is kapnak erről, tehát egy használati utasítás van a lakásnak. Egy kis könyvet. Egy kis könyvet. Óriási. A ház mitől passzív egyébként? A passzív ház az egy minősítési kategória, méghozzá egy német minősítési kategória, Darmstadti intézet minősíti passzívnak, ami gyakorlatilag... Például, ha megnézzük a szigetelést, hát még nekem is feltűnik, hogy elég vastag, elég széles. Egy átlagházon ennek a fele van körülbelül. És ez még mindig a legkönnyebb része, amikor a szigetelés a
falon van, de ugyanezt a szigetelést ezt végig kell vinni, mondjuk itt a padlón látszik elválasztani egy ilyen hidat magától az épületrésztől. Uh-huh. A nyílászároknak a beépítése, uh-huh. a lényzárás, tehát egy csomó olyan tényező van, ami speciális, és sokkal nehezebben miatt megépíteni ilyen passzív házat, mint egy átlag épületet. És a megújuló energiákkal mi a helyzet? Talajszondák vannak az épület körül, 125 méter mélyre mentünk le, és kb. 30 darabban. Tehát nem vezették be a földgázt? Geotermikus energiát használunk. Egyáltalán mi geotermikus energiát használunk. Ha jól tudom, Csaba, van egy mintalakásuk is. Igen, itt van mellettünk. Sétáljunk el arra. Egy mintalakás gondolom nem azt jelenti, hogy most teljesen be van bútorozva, be van rendezve, nem? Nem, nem, itt a mintalakásnak a lényege az, hogy ki kell próbálni az összes olyan kivitelezői fogást, uh-huh. amivel aztán később biztosítani lehet az összes lakásnak azokat az értékeket, amik elő vannak írva a légközönségre. Jó, és akkor mondjuk én vagyok az új lakó, és most elcsodálkozom, jó? Hú, de jó! Önmagában ez egy normál lakás is lehetne, és alig lehet észrevenni, hogy miben passzív. Uh-huh. Csak egy figyelőszem látja a szellőzésnek a elszívőítve befújó. Aha, tehát az cseréli a levegőt. Így van, amit mert az lehet. Egyik lényeg ezeknek a passzív állatnak az, hogy ha nagyon hideg van kint, vagy nagyon meleg van bent, akkor a légcsere az az alapvetően nem az ablakon át történik, hogy egy benti meleg levegőt kidobjuk annak az energiát, hanem hőcserélünk keresztül egy szellőrendszeren át. És még egy előnye van ennek a szellőzőrendszere, hogy olyanok, akik pollenes allergiások, mint én, azok egy szűrt levegőt kapnak a lakáson belül. Nyílászárók. Azon kívül, hogy a hőtechnikai paraméterei is jobbak, mint egy átlagosnak, ezen kívül még a légzárása is külön figyelmet érdemel. A melegvizet hűtést geotermikus energiával oldják meg. A rezsie mennyi a lakásnak? Hát a fűtési költsége az éves szinten olyan 15 és 20 ezer forint közé fog esni. Tehát éves szinten. Ezt előre lehet tudni, illetve ki lehet számítani. Pontosan, igen. 15 ezer forint. Igen. Hát az nem sok. Sőt, nagyon baráti. Radiátort nem nagyon látok? Nem, így van. Tulajdonképpen majdnem meg lehetne csinálni fűtés nélkül is, de felületfűtés és padlófűtés van. Az egésznek az a lényeg, hogy azt a hőt, ami benn van az épületen belül, amit mi termelünk, gépek termelnek, azt ne engedjük ki az épületen kívülre, illetve a nyári meleget meg ne engedjük be. Sőt, még kint kémén se láttam, tehát valószínűleg kazán sincs. Így van. Mert hát nincs szükségre. Nincs, gáz nincs is bevezetve az egész épület komplexumba. És érdeklődés? Az úgy tudom, hogy nagy. Passzív házba, társas házba, a következő azt hiszem egy hatlakásos passzív házon kívül csak családi ház van. Tehát, hogy az a réteg, aki bérlakásban él, azoknak ez az egyetlen lehetőség. Alkalmazkodniuk kell majd a körülményekhez ön szerint? Igen, tehát mivel egy épülethez azt meg kell tanulni. Tehát tervező oldalon, és mikor kaptuk ezt a feladatot, először utána néztünk, hogy mik vannak ilyenek Nyugat-Európában, hogy gyakorlatilag a környező országok között csak Ausztriában van. Tehát Közép-Európában, Ausztrián és Magyarországon kívül keresni kell azokat a nemzeteket, ahol lehet ilyet találni. Igen, igazából ezt a léptéket ezt nem is találunk. Tehát ez a Darmstadti minősítési passzívház az környező országban csak Ausztriában van. Talán az a leglényegesebb dolog, hogy itt a 13. kerületben, ebben a passzívházban geotermikus energiát használnak, mint megújuló energia, most pedig vissza a jövőbe, az élhető jövőparkba. A tetőre szerelt szolárberendezések, napelemek a gyengének érzett napfényt is hasznosítani tudják, sőt a felesleges energiát az áramszolgáltatónak is eladhatjuk, így megtérülhet a beruházásunk. Hány darab napelem van? 65 darab napelem van a tetőn, ez körülbelül egy 100 négyzetméter tetőfelületet fed le, és van 6 darab napkollektor. Ugye a napkollektor az a fűtésre és a melegvízre segít rá, a napelem az meg áramot termel. És mondjuk, ha nem süt a nap, mint például most? Ugye ilyenkor is termel a napelemes rendszer, hát persze a töredékét a teljesítményének, de azért ameddig estig egy szürkületig azért termel a napelem, és a napkollektor is melegíti a melegvizet. Ugye ilyenkor jut szerephez a tároló funkció, a hálózatból ilyenkor vételezzük az energiát,
ha meg szépen süt, akkor meg valószínűleg visszatáplálunk a hálózatba. Tehát szoktatok különböző méréseket végezni azért? Igen, igen, egy teljes ilyen mérőadatgyűjtő rendszer van telepítve, ahol az összes megújuló termelőnek és a nagyobb fogyasztóknak a méréseit látjuk. De nem tudom nem észrevenni a pacikat, a lovakat. Menjünk már közel hozzájuk. Villanypásztor van a vezetékben. Ja, jókor szólsz, hozzáérted. Gyere, gyere! De ugye ahhoz is megújuló energiát használunk. Ugye Magyarország kitűnő természeti adottságokkal rendelkezik, legalábbis ami a megújuló energiákat illeti. Ki lehetne használni alaposan mindezeket, nem? Igen. Ugye alapvetően Magyarországon a napelem, napkollektorral lehet kihasználni, illetve ahol helyben van biomassa, ott a biogáz révén lehetne kihasználni. Amúgy meg a geotermikus is még egy jó alternatíva. Ugye erre is van egy kis javaslatunk, itt egy levegővíz hőszivattyú van telepítve. Ez alapvetően a környezeti levegőt használja, mint hőközeg. A méréseinknél megjelenítjük ezt a, hogy úgy mondjam, kiváltott széndioxid mennyiséget. Ugye a megújulók, ahogy termelnek, azt nem kell hagyományos erőműben megtermelni, és akkor ezt meg tudjuk jeleníteni, hogy mennyi széndioxidot spóroltunk meg, vagy nem kellett az erőműveknek kibocsájtania a parkban. Na, mutass egy ilyen mérést akkor, jó? Jó, nézzük meg. Ez itt az, ugye? Igen, ez itt a kis napelemes kijelző. Ugye mutatja a pillanatnyi teljesítményt, az összes eddig megtermelt teljesítményt. Ez kb. Egy másfél év termelése, és ez idő alatt nem kibocsátott széndioxidot. A századfordulón emelt ház eredetileg a Pesti Hírlapnak épült, majd évekig nyomdaként funkcionált, aztán egy kazakh cég szállodát akart belőle létrehozni. A lényeg az, hogy az Eiffel Palace már Budapest egyik legmenőbb, legmodernebb irodaházát. Nem rossz, nézzünk körbe. Szerintem nézzük. Azért környezettudatosság szempontjából is az élmezőnyhöz tartozik ez az épület, nem? Igen, hogyha megnézzük ezt a zöld falat is például, ami előtt éppen állunk. Ami nem kicsi. Nem kicsi, el lehet mondani róla, hogy ez Magyarországon a legnagyobb jelenleg létesített zöldfal, kb. 60 négyzetméter. Tulajdonképpen ez egy szimbóluma ennek a környezettudatos gondolkodásmódnak, amit képvisel az épület. A legelismertebb épületminősítési rendszerben is előkelő helyet foglal ez az irodaház, ha jól tudom. Azt el lehet mondani, hogy ez lesz az első ház Magyarországon, illetve szinte egész Közép-Kelet-Európában, amelyik mind a két híres minősítési rendszerrel rendelkezni fog. Ez az amerikai LEED és az angol BREEAM, ami az ingatlan piacon azért eléggé ismert metodika. Ezt az épületet egyébként lebontották, felújították, mi volt itt előtte, törmeléki hulladékkal mi lett? Ahogy az elején is említetted, ez annak idején egy nyomda épületként funkcionált, aztán egy sokáig elhagyatott épület volt, egy kb. 15 éven keresztül itt semmi nem történt, lepusztult. Ezért aztán az értékeket megőrizve, de a nagy részét elbontva került kialakításra az új épület. Az érték megőrzésről talán érdemes megemlíteni, hogyha itt körbenézünk, akkor láthatóak nagyon szép kovácsoltvas szerkezetek. A hátsó lépcsőház is az eredeti épületből lett kimentve, és az épület építése során kerültek visszahelyezésre. Ami bontási hulladék keletkezett itt az épületben, az több mint 99%-ban újrahasznosított anyag lesz, lehet, hogy csak útalap, lehet, hogy pincét építenek a téglákból, minden esetre nem kerül a hulladéklerakóba. A zöld fal egyébként honnan kapja vizet? Hát meglepő módon esővel öntözzük, kicsit áttételesen ugyan, mert az esővizet összegyűjtjük a mínusz 5-ös szinten egy 200 köbméteres tárolóban, és onnan kerül ide felszivattyúzásra is, ezzel öntözzük. Szerintem nézzük is meg ezt a tartályt. Menjünk. A zöld fal amellett, hogy szép, milyen célt szolgál? Ekkora méretű zöld fal már egyéb funkciókat is ellát, mint hogy egyszerűen zöld.
olyan fajokból lett összeválogatva a falunk, amelyik a leginkább megköti a káros anyagokat, az illékony szerves vegyületeket, amelyek a bútorokból, festékekből, egyéb anyagokból kerülnek a levegőbe. Mind a mellett természetesen télen párásít, és a frissebb levegőhöz is hozzájárul. Most már nem csak hallom, hanem látom is a csobogást. Ez itt az? Az akna. Így van. Természetesen nem csak a zöld falat öntözzük vele, azért méretéből fakad, hanem ezzel működnek a házban lévő WC-k is. Tehát öblítésre is ezt használjátok, ezt a vizet? Így van, így van. Esővíz öblítéses WC-ink vannak, és piszoárjaink. Azért biztos vagyok benne, hogy tele vagytok napkollektorral és napelemmel itt a teraszon, nem? Ezt jól gondolod. 15 napkollektoros panelünk van fölrakva. Ezek biztosítják a kerékpáros öltözők, illetve zuhanyzók melegvízellátását, illetve van a földszinten egy étterem, amelynek a melegvízellátását szintén itt a napkollektorok segítségével érjük el. És ha jól látom, azok pedig a napelemek. Így van, mintegy 200 négyzetméternyi, tehát olyan 120 darab panel lett elhelyezve. Egyébként fotovoltaikus elemnek hívják ezt így tudományos nevén. A tetőre ennek egyébként annyi célja van, mert összességében azt lehet mondani, hogy körülbelül 3-4%-át fedezi mondjuk az épületnek az energiaellátásának. Ez azért nem egy nagy. Viszont körülbelül annyi darabot raktunk föl belőle, amennyi el tudja látni az elektromos töltőket, amik a garázsban találhatók, és majdan egyszer remélhetőleg a tömegével jelentkező elektromos autóknak a töltését teljesen tudjuk biztosítani megújuló energiából. Azért ez a kilátás sem mindennapi, nem? Igen, nem véletlenül lett ide kiarakítva egy terasz. Azt gondolom, hogy alkalmattán ezt majd lehet használni mindenféle céges eseményekre. Ha kilátásra jut eszembe, hogy tudod-e, hogy melyik a legzöldebb tulajdonsága az épületnek? Igazából azt látom, hogy a megújuló energia fontos szerepet kap nálatok, viszont nem látok az épület körül erdőt, de nyilván más a lényeg, nem? Hát pontosan ez a lényeg. Nincs itt erdő, a belváros közepén vagyunk. Ugye ebből a szempontból el lehet mondani, hogy tömegközlekedéssel nagyon jól megközelíthető helyszínen vagyunk, tehát itt az épület károsanyag kibocsátása ezáltal is minimalizálva van. Akkor nézzük meg, hogy a munkatársak hova járnak be dolgozni autó nélkül. Oda néz. Mozgásérzékelő lámpa, nem LED lámpa, hanem... Majdnem így van, ez jelenlétérzékelős és természetes fényérzékelős egyben. A bérlők a saját energiafogyasztásuk után fizetik a rezsijüket. Más irodaházakban, illetve egy hagyományos irodaházban ez úgy történik, hogy négyzetméter alapon van megállapítva. Itt befolyásolni tudja a saját fogyasztásával azt, hogy mennyi lesz a hó végén a rezsije, és talán ezzel az arra is serkentít a itt dolgozókat, hogy próbáljanak meg ők is minél tudatosabban, környezettudatosabban működni a munkahelyükön is. Mivel a foszilis erőforrások végesek, fontos lenne, hogy minél hamarabb átálljunk a megújuló energiák használatára. A legegyszerűbb módszer az lenne, ha a szolgáltatótól zöld áramot vásárolnánk, azaz egy olyan áramcsomagot, melyhez az energiát kizárólag megújuló energiaforrásokból állítják elő. Az inverter terem? No. Igen, itt van az inverter, és itt van a napkollektornak a gépészeti része. Itt jön föntről a meleg, a csöveken, ezeken szivattyúk, ezek ilyen osztógyűjtők, és ebbe a két nagy tartályba tárolódik a meleg. A hő. Igen. Ugye az egyik, azért kell kettő, mert az egyik a melegvíz készítés, a másik pedig a fűtésre segít rá, és itt a sarokban ott meg látszódik az inverter. Ugye ez azért szükséges, hogy a napelemekből jövő energiát rá tudjuk kapcsolni a hálózatra. Sikerült a létesítmény teljes mértékben függetleníteni a közüzemi villamos hálózattól? Alapvetően nem is az a cél, hogy függetlenítsük, hanem a hálózattal együttműködő rendszert alakítsunk ki, ami minél jobban kihasználja a megújuló termelőket a helyszínen. Akkor ez azt jelenti, hogy még nem vagytok teljes mértékben, mármint a lovasterápiás központ energiafüggetlen. Hát még nem. De most is folyik egy pályázatból egy bővítés,
és remények szerint úgy már azzal fognak válni. A helyben termelt energiának mik az előnyei? Ugye nagy előnyünk, hogy nem kell messziről szállítanunk az energiát, ugye minden szállítás veszteséggel jár, másfelül ugye nincsen egy függésünk, hisz helyben megtermeljük, tehát nagyjából azt előállítjuk, amit mi elfogyasztunk. A hálózat meg azért jó, mert hogyha esetlegesen többet termelünk, akkor vissza tudunk táplálni, ha esetleg kevesebbet termelünk, akkor meg onnan tudunk vételezni. A megújuló energiákkal a legnagyobb probléma a tárolás megoldatlansága, de nektek erre is van szolúciótok, ugye? Igen, igen, igen. Ez az akkumulátor helység. Uh-huh. Itt látunk akkumulátorokat. És ez a sziszegés innen jön? Ez a sziszegés innen jön, ez meg a teljesítmény elektronika. Uh-huh. Ugye mi tudjuk meghatározni, hogy most éppen töltjük az akkumulátort, vagy visszatáplálunk a hálózatra. És ezekben az aksikban tároljátok az áramot? Igen, igen, ebben az akkumulátoros rendszerben, ebben kb. 40 kWh-nyi energia tárolható, az ilyen 1/3-1/4 havi fogyasztás egy átlagos lakásnak, és ugye ezt mi tudjuk tölteni, ugye vagy a nap, vagy a szélből töltjük, vagy pedig visszatáplálunk a hálózatra. Ez kicsit egy ilyen okos akkumulátoros energiatároló rendszer, tehát nem egy szünetmentes, hanem mi szabályozzuk, hogy töltsük, illetve hogy tápláljunk vissza a hálózatra. Mert hogy a megújulókkal rengeteg felesleges energia termelődik, igazából ez lesz a sorsa, és ha mondjuk nem fúj a szél, vagy nem süt úgy a nap, akkor elő lehet venni ezeket, nem? Igen, mindenféle szakmai fórum azt mondja, hogy a jövőben az energiatárolás egy nagy kincs lesz. Erre ez egy megoldási javaslat. Meglátjuk, mit hoz a jövő. 58, 59, 60. 61, na jó van, megvolt ez is. Játszik könnyedséggel, megoldottam, hát köszönhetően Ungvári Miklósnak, olimpiai ezüstérmes cselgáncsozóknak, akinek a rengeteg edzés és verseny mellett energiája van a környezettudatosságra, és még rám is bírtál? Hát így a második edzés előtt és a kettő edzés között, még azért hál' Istennek elbírtalak téged. Figyelj, ez a híres japán kerted? Te nem is annyira híres, de bízom benne, hogy az lesz. Így van, így. Tavasz kezdet előtt, hát még ennyit mutat magából a dolog, még most kezd majd virágozni, meg most kezd majd úgy igazándiból beindulni az egész történet. És ez itt mind ázsiai növény, bambusz, a többit annyira nem ismerem fel, de... Ha nem is mind ázsiai, de igen, na van egy olyan himalájai bambusz, ami nagyon bírja a szélsőséges időjárást. Ugye itt az a 40 plusz 40 fokot és a mínusz 20 vagy akár a 20 fölötti fokat is el kell, hogy viseljek ki kell, hogy bírni. És vannak olyan évelő növények is, amik még most nagyon kicsit mutatnak magukból, de ezek is így a napok és a hetek előre alattával egyre szebbek és nagyobbak lesznek. És tényleg itt ilyen bordó, zöld, sárga színbe fognak, bízom benne, ismét pompázni, mint tették ezt tavaly. A házad mikor lett készen? Hát a ház az úgy alakult, hogy ezt tényleg azt tudni kell, hogy mit csináltok, semmi. Szinte segédmunkát azt miattuk a testvéremék is, és én, amennyit tudtam, itt voltam. És hát volt egy szakember természetesen, aki ügyelt mindig mindenre, vagy hát több szakember is. Hát 2008 óta már itt lakom. És az építésnél fontos volt a környezettudatosság valamilyen szempontból? Természetesen abszolút. Én mindig próbálok figyelni. Hát szerettem volna ezt a geotermikus fűtést én magamnak a saját házamba is betudni. Tehát abban az időben még nem gondoltam, hogy lesz-e esetleg annyi anyagi forrásom, hogy meg tudom ezt valósítani. De mindenek ellenére tényleg itt próbáltam egy olyan kondenzációs napjainkban a legszuperebb kazánt megvásárolni és behelyezni a házamba, ami tényleg az égés hőt is visszaforgatja, vagy tényleg minél kevesebb a károsanyag kibocsátása, és a többi, és kevesebbet használ. További tervek a jövővel kapcsolatban, esetleg napkollektor, vagy napelemügyben? Természetesen. Mert nincs rajta, ha jól láttam. Sajnos még nincs, de hát így van, már megelőztél, mert van egy ilyen tervem is, és bízom benne, hogy megvalósul így az elkövetkező években. Hát az japán kertet, ez ugye 7-szer voltam Japánban már, és ott nagyon sok olyan fantasztikus dolgot láttam, meg szembesültem, ami nagyon megtetszett. Azért, ahogy látom, nagyon fontos nálad a természetes alapanyagok használat, tehát nagyon sok minden készült fából például. Fa, a kő, a természet, ez mindegy olyan kis energiát, meg egy kis nyugodtságot ad, mikor én megérkezem ide a kertbe, és tényleg a növények olyan családiasan hatnak, meg fogadnak engem, olyan jó érzéssel tölt el. Most milyen versenyre készülsz, Miki? És jelenleg az aktuális Európa-bajnokság áll itt előttünk. Ma holnap már utazunk
oda is, elég zsúfolt a program. A Montpellierbe lesz idén megrendezve az Európa-bajnokság, aztán éppen, hogy letesszük a judo ruhát, vagy lesetesszük, már kezdődik a 2016-os olimpiára kvalifikáció is nekünk egybe. Az EB még nem, de az azt követő hétvégén szinte már Madrid, az már kvalifikációnak számít. Környezettudatosság ezek szerint óriási szerepet játszik a te életedben. Szerinted hogyan lehetne környezettudatosságra nevelni a fiatalokat, vagy a felnőtteket? Hát én azt gondolom, hogy is azt mondanám, hogy elsősorban már a gyerekeket olyan irányba és céltudatosan már beléjük nevelni, vagy mutatni nekik, hogy természetre ügyeljenek oda. Hát a szülők, akik meg idáig nem tanulták, meg szerintem azokkal is lehetne előtetni a gondolatot nekik, igen. Na, ezzel a témával foglalkozunk a következő adásban. Addig is írjanak nekünk a zöldtek@mtv.hu e-mail címre, és keressenek minket a közösségi oldalon. Tartsanak velünk legközelebb is. Köszönjük a figyelmet Mikivel, viszontlátásra! Köszönjük szépen!